Várhatóan a volt védelmi miniszter nyeri az elnökválasztást Sri Lankán. Hivatalos végeredmény még nincs, a részeredmények viszont ezt mutatják a szavazatok körülbelül felének összeszámlálása után. Ha nem következik be fordulat, Gotabaya Rajapaksa lesz az ázsiai szigetország 7. elnöke. A 70 éves politikus a szavazatok valamivel több mint 50%-ával vezet. Legnagyobb riválisa Sajid Premadasa előtt, aki 43%-on áll. Elemzők szerint Rajapaksa fölényesen nyer a többségében szingalézek lakta választó körzetekben, míg a tamil többségű északon Premadasára voksolnak többen. A lakásügyi és kulturális kapcsolatokért felelős miniszter már elismerte vereségét, és gratulált ellenfelének választási győzelméhez.